Késve kapcsolódott be a kékcápák felkészülésébe Pető Ákos, igaz, az új vezetőedző igazoltan hiányzott néhány tréningről. A szakember az Európa-bajnokság helyett megrendezett tornák egyikén irányította a 18 évesek válogatottját, amely az első helyen végzett léván. Most már azonban a Nyíregyházára fókuszál a tréner, aki korábban is napra kész volt a Continental Arénában történtekkel kapcsolatban. Folyamatosan kapcsolatban voltam Szolár Gergővel és Boris Majkovicsal, tehát képbe voltam, hogy milyen munkát végeznek, de személyesen is megbizonyosodtam róla, hogy teljesen rendben van a csapat. Készülünk a augusztus 24-i edzőmeccs lesz az első, amikor megyünk Jászberénybe. Addig főleg erőnléti és állóképességi munka lesz, de elkezdjük már a taktikai alapokat is lerakni. Mindenféleképpen itt az intenzitást kell megnövelni, de szerintem a srácok erre képesek, illetve arra kell készülni, hogy többször lesz olyan, hogy heti két meccs lesz, tehát erre kell készülni az iramot is, illetve állóképességben is ezt majd bírni. A játékosok számára talán ez az időszak a legmegterhelőbb, igaz, senki sem a nulláról vágott neki a felkészülésnek. A nyáron dolgoztunk, főként egyénileg. Azt kell, hogy mondjam, hogy keményeket edzünk, nagyon rámentünk itt az atlétikára, és emellett még a kondit is csináljuk. Most már elkezdtünk csapatban is edzeni, és készülünk egyelőre az első edzőmérkőzésekre. A csapat három amerikai légiósa és a litván vendégjátékos augusztus 20-át követően érkezik Nyíregyházára. A bemutatkozásukra azonban még várni kell néhány napot. Úgy terveztük, hogy a Jászberény elleni edzőmeccseken még nem fognak pályára lépni, akik itt vannak, hanem hagyunk nekik egy kis időt aklimatizálódni, és először Oroszlány Bányászkupán tervezzük őket bevetni, addig megpróbálják elsajátítani a taktikai alapokat, illetve tényleg itt főleg a tengeren túli játékosoknak az átállás is egy nehéz dolog lehet. Igaz, a Ritis Litvániából érkezik, tehát neki nem egy olyan hosszú utazása lesz. Ő lesz itt leghamarabb, de vele is azért óvatosan fogunk bánni. Az oroszlányi tornán a házigazdán és a cápákon kívül a Pécs és a Szombathelyi pályára szeptember 3-án és 4-én. A következő héten pedig a Sitkó Ernő emléktornán a Debrecent, a Honvédot és az Albafehérvárt látja vendégül csütörtökön és pénteken a Nyíregyháza.